Pakson a város polgármestere még múlt héten rendelte el mintegy 400 az egészségügyben és a szociális otthonban dolgozók és lakók tömeges tesztelését, melynek rész eredményéről számolt be sajtótájékoztatón Szabó Péter. Az Életfa idősek otthonában 147 főt teszteltek, itt 146 teszt negatív eredményt hozott. Azaz egy pozitív személy vélhetően a szabadsága alatt fertőződött meg. Egy megnyugtató tény, hogy 2,5 hete szabadságon volt, ez azt jelenti, hogy nem került érintkezésbe sem a bentlakókkal, sem pedig a munkavállalókkal, tehát a munkatársaival. Ez azt jelenti egyébként, hogy időben történt a szűrés. A gyógyászati központ munkatársai körében még tart a vizsgálat, eddig 67 teszt eredménye készült el. Aki miatt elrendelték a tömeges tesztelést, annak is az eredménye negatív lett. Csütörtökre várhatóan már a teljes teszt eredményről be tudnak számolni Pakson. Az atomvárosban a járványügyi szabályok fokozott betartására kérnek mindenkit.